SimSport TV hivatalos partnere a simracing.hu. Hírek a szimulátor versenyzés világából. Szezonja látható. A szép estét kívánok mindenkinek, itt a PHVTCC Liga 8. szezonjának következő állomása, ami nem más, mint Sarpsborg. Ez a 7. állomás a szezonban. A 7-esnek megfelelően a létszám is 17 fő, viszont a körszám, azt már most elmondom az elején, hogy nem 17, hanem 16, viszont a kijelző majd 17-et fog mutatni. Ugye első futam, mint mindig, guruló rajta fog indulni. A pálya nagyon-nagyon gyors, azt tudni kell róla. Amit így tudok belső információt elmondani, hogy nagyon nem kedvezett a hátsó kerekeseknek, tehát pályaúton ők nagyon úgy voltak vele, hogy ez kész, ha ezt valamelyik ők meg tudja nyerni, akkor az voltak éppen csodával határos is lehetséges ez. Köszönhetően annak is, hogy pályán van jelenleg tovább is a legnagyobb súly, ami 50 kg, Jani 45, Csonti 40, Mosby, Stamás 35-35 kilóval, majd őket követi Blacky, Enemy szintén 25 kilóval, Bali Lacus 15-tel, és nem, Bali és Nimrud van 15-tel, valamint Lacus, Ox és Utomi pedig 5-5 kilóval, és amint látható, ugye elindultak a srácok felvezető körre, ugye az időmérő alapján úgy fog indulni a mezőny, hogy Jani indul az első helyről, majd csapattársa Ati a másodikról, őket követi utóbbi harmadik helyről, majd Paja a bajnoki tímvédő is egyben jelenleg még mindig torony magasan vezető, negyedik hely, Kepi ötödik, ugye ő ezt szinte a második futamot, hát nem azt mondom fölényesen, de nagyon magabiztosan megnyerte, majd Mosby a hatodik hely, Tamás hetedik, ő nagyon nagy csatával volt ugye ezt szintomban a Pajával az utolsó körökön, nem sok hiányzott, hogy Kepit befogja, úgyhogy nagyon-nagyon jó eredményt várok tőle itt is. Lacus 8. hely, remélem nem lesz net gondja, neki ez elég is sűrűn elő szokott ezt fordulni. Nimród 9., Bazsi 10., Oxi 11., Tonti 12., Enemi 13., Koba 10., nem, Bali lesz a 14., itt történt egy kis galiba, majd Koba 15., Blacky 16., ezzel zárul a sor, annyi van, hogy Koba, valamint Becky egy-egy 5 másodpercet stop and go-t kaptak az előző futamon, alkotott kis érdekességért, és még mielőtt beérnének a célba, üdvözölje mindenki Horcsát, ugyanis ő is itt van ma is velünk, technikai felelősünk, hangmérnökünk, minden esünk. Sziasztok, igen, itt vagyok technikai felelősként, nem tudom, remélem, hogy nem fog nagyon szaggatni a kép, valami gond van az X-Split-tel, úgyhogy folyamatosan ilyen látom, hogy nem tökéletes, de remélem azért élvezhető lesz az adás. Visszavettünk egy picit a minőségből is, hát hogyha még a látható kép formájában, de mégsem. Hát az előző 5-10 perc előző tesztekhez képest sokkal folyamatosabb a kép, ez hát a jó. Közel folyamatosan. De érkeznek lassan a célegyenesbe. Ugye én, tehát amit mondtam, a hátsó kerekesekben nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tudnak alkotni. Jelenleg a két szeárnak van a legnagyobb esélye a futamon. Iszonyatosan nagy tempót fognak menni, tehát izgalmas futam vár elénk. Már jönnek a célegyenesbe, hamarosan megkapják a rajtot, és ebben a pillanatban megkapják. Jól eljön a mezőny, Utomi jobban kapta el a rajtot, úgy néz ki, mint a két Seat, Paja szépen leskelődik, mögötte Kepi próbálja a szélárnyékot fogni, Nimród, Oxis, Tamás egy kicsit beleg, Bazsi mekkorát fékezett, kicsit Paját el is kapta, de hál' Istennek nagy baleset nem jött, nem lett a dologból, annyi van, nem volt a futamon safety kárunk, úgyhogy reménykedtünk benne, hogy hát nekem itt a táblázat eléggé bepirosodott, ami azt jelenti, hogy Jani, Paja, Kepi, Mosby, volt egy pár ütközés egymással, de sikeresen vették ezt a sikánt. Látom, hogy nem fix a sikánba az a gumi. Igen, bára. Hát ment róla a vita, hogy mi legyen, fix legyen, ne legyen fix, aztán mivel már kevés volt az idő, így nem lett fix, hanem
eldönthető lett, viszont az elején ugye Ati vette át az vezetés, és most éppen Jani próbálja utamit támadni. Jani ugye van 40 kiló, utamin viszont csak 5 kiló, és ez, ami mondtam, hogy a első kerekeseknek jobban kedvez ez a pálya, még annak ellenére, hogy... Ú, ott hátul a rózsaszín szádba. Opp, viszont Ati kiszágult a kavicsba, úgyhogy ő most jelenleg visszaesik a... Hát nem tudom, jelenleg 8., 9. Lacos is megjárta ott az előbb ezt a kanyart ott külső íven. Hopp, hát, és Mózbi a kavicságyba. Teljesen hátul, valamint enemi, ő fel is adta. Igen. Akkor valószínűleg ő lehetett az, aki hatalmasat bukott. Igen, Mózbi is itt el a kavicságyba, nem tudom, ez az autó nem jár, úgyhogy ez is megállt, ez az autó. Mózbi is feladta a futamon. Hát nem tartott sokáig, úgy látszik. A végén, amit még nem lehetett így látni hirtelen, hogy Blacky elnézte a boxbejárati kanyart, úgyhogy nem letudta az 5 másodperces büntetés, hanem neki le kellett állni javítani az autót. Pont azt a sikánt kicsit érdekesen nézte be, úgyhogy... Viszont Ati 1,34 másodperccel vezet utómi előtt jelen pillanatban, úgyhogy megrúgott, és Paja viszont itt van a harmadik helyen, tehát ha nem igen, is... hát viszont ő mondta, hogy az 50 kiló nem igazán feküdt neki ezen a pályán. Hát ha nem is a győzelemre hajt, vagyis nem tud a győzelemre hajtani, azért elég jó helyen van jelen pillanatban. Hát mindenféleképpen a bajnoki... összesítés szempontjával nagyon jó, mert ugye Jani tartózkodott a második helyen, ő viszont teljesen hátul most a 9. Épp Nimród mellett megy el, aki lenéz a kavicságyba, szintén úgy leszik még a hideg gumi, hideg fék, nem igazán. Viszont ugye... érdekes dolgot mutatott be Nimród, mert kicsúszott, elment mellette Csonti közben, de Csonti lassabban vette a kanyart a pályán, mint Nimród. Ó, és most összekoccannak! Na hát ez... Ez szerintem senkinek a hibája nem volt, de majd a VB-k úgyis eldöntik, hogy kell ezért valakinek valamit adni. Lacus látom ebbe a rózsaszín csodába. Próbálsz Tamás. Igen, előttük maradni. Pedig Bazsi van, aki a Skodával veszélyben van, ez Tamás. Tamás az utóbbi időben nagyon rákapott az ízére a dolgoknak. Utamot is nyert, ha jól emlékszem. Vagy ha nem is, akkor nagyon-nagyon előkelő helyen volt. Úgyhogy most itt... Bazsi! Az a rövid, az a... kicsi hátsó szem. Igen, ezek a lendületes kanyarok azért az olyan nehéz autóknak betesznek néha-néha. Tamás el is tud mellett. Elment, igen. Hát, még nem biztos, ha be tud állni szélárnyékba is, még a nyújtott jobbosba még talán be lehet férni, de nagyon merésznek kell lenni. És most ott is van szélárnyékba, Tamás próbálja védeni, eddig megvan. Szépen eljönnek, hál' Istennek nincsen belőle gond, elől füstgomolyak, de az csak a fékezés miatt. Na most Lacus megpróbálkozik Bazsinál kívülről. Szépen. Hát ez meg is van. Igen. Ez meg, szépen meg is etette, ahogy kell. És már Tamásom van rajta. De és közben egyébként Jani is kezd felérkezni rájuk, úgyhogy amit veszített Jani, most nyer is, nyerhet gyorsan 3 pozíciót, ha ezen a 3 pilótán át tudja hámozni magát. Tehát őket se éppen kell félteni. Tamás próbálja továbbra is védeni a pozícióját Lacussal szemben. Jaj, Bazsi! Bazsinak féktáv... Vagy mi van Bazsival? Nem, Bazsinak elég komolylag... És szépet ugrat! Na hát ez... Ezen rallis volt. Ez nem tett jót az autónak, az biztos. Hát semmiféleképpen. Szegény Skodát mindig püföli. De szépet repült, most nézem vissza a képen. Hatalmas volt. Közben mondom az elejét, Ati 2,5 másodpercre van lassanként már utomitól. Ati az egyetlen, aki 1.22-es kört ment. Nem is akármilyet utomi, 1.23-3-at ment, Ati pedig 1.22-3-at. Tehát Atinak valami iszonyatosan megy ez a pálya. Hát az már volt éppen időmérős eredménye, 22 közepét mentek időmérőt. Közben Tamás folyamatosan Lacussal csatázik. Eddig ki tudja védeni. Igazából itt úgy kellett szerintem beállítani nekik az autót, hogy a hossz... Lacus! És ott van Janinak is le kellett fékeznie, és nem is tudott elmenni Lacus mellett egyelőre, úgy látom. És most le is sodródik Lacus. Elvesztette egy kicsit a ritmusát a pályának, igen, úgyhogy elment Jani. 6. helyen van már így. Na, így most gyorsan 2 helyet szerzett is Jani, volt aki egy csata nélkül. És most megindulhatsz Tamás után, elől változatlan a helyzet.
alja talán egy nagyon picit kezd közelíteni utomira, de tényleg csak ilyen entiket tudod szerintem szerezni. Most már ők is bementek 1.23 alá, és eléggé rendesen, tehát ők is 1.22.4, 1.22.8-at ment Paja. Viszont Ati még mindig gyorsabb náluk, 1.22.2. Na és akkor Bali, Csonti, 10-11, itt van egy kellemes kis BMW csata. Csonti meg az de rövid féktáv volt. Na és a kigyorsítás most, bár azért tudni kell, hogy Csonti 40 kilóval meg van pakolva, köszönhetően a remek teljesítménye, amit az utóbbi időben mutatott, úgyhogy Balival szemben nehéz lesz, de a szélárnyék segíthet Csontinak. Most ki is néz egymás mellett a két BMW, na ki jön ki jobban a jobbos kanyarból majd. Egyelőre nem bír vele Csonti. Na. Megvan az a súlytöblet, igen, ahogy kiáll a szélárnyékból, nincsen meg a... Nincs meg a... Na most megpróbálja szélesebbről venni a kanyart! Pedig de szép próbálkozás volt, csak nem maradt hely. Itt kell még megpróbálni közel maradni, nem szabad ezt a jobban jobb kanyar kombinációt elrontani, így kell csinálni, és akkor meg lehet a célegyenes végre, meg lehet próbálni beszúrni Balinak. Hopp, Balire is megy a fűre. Valamit villantott Bali. Ezt nem igazán tudom, a mai napig nem tudom miért villantott rá. Elengedte. Lehet, csak nem értem miért. Na majd egyszer megkérdezzük tőle. Hát a BMW is bajnak... összetartás biztos. Tessék? Csapat összetartás? Hát azt én maximum márka összetartás. Hát úgy gondoltam, hogy már igen, a BMW-sek összetartanak. Hát jelenleg, ha jól tudom, márka összesítésben taranymagasan a Lexusok vezetnek, köszönhetően Pajának ugye a szezon elején rommán verte a népet. Na most ismét Bali Csonti, jobb volt Balinak a kigyorsítás, úgyhogy mostanában meg tudja azt csinálni, ami Csontinak nem sikerült, hogy erőből elmegy. De még... A füvön, Bali, de... Megint ugye abban a kedvező pozícióban, de nem, Csonti visszajön! Ez szép volt. Kicsit lesodrult Bali, na viszont Bali vissza, igen, és... Igen, Csonti, de megfogta. Ez a füvön ott elég hamar meg tud pörülni az autó. És jön még föl, jár rájuk Koba így, hogy igen. Csatáznak, 2 másodperccel volt legutóbb gyorsabb Koba, mint ők ketten, úgyhogy 3 BMW lesz. Viszont Jani és Tamás között egy ugye kicsivel előrébb az ötödik helyére elkezdődik. Koba mekkora időt ment, nem tudom jól láttam, hogy 22.092. Igen, úgy néz ki, hogy jelen pillanatban ez a leggyorsabb köridő, és Jani pedig... Bali elnézte a sikánt, na így Csonti elmegy mellette, úgyhogy itt hátul a mezőnyben úgy néz ki, hogy Csonti elől van, Bali. A 10. helyen, és Koba jelenleg még mindig a 11. helyen. Időközben azt hiszem, hogy Lacus Oxi is feladta a futamot. Lacusnak azt tudom, hogy technikai gondja volt, úgyhogy a kedvenc lila vagy rózsaszín autód már nincs sajnos a mezőnyben. Na és akkor Jani próbálkozik a gyors jobbosba, aztán egy gyors baros, és aztán megint egy gyors jobbos jön, úgyhogy... Vagy én tudom rosszul, nem, utána már csak jobbos jön végig. Hát ahogy néztem, Tamás belefékezett Jani fék nélkül. Kicsi gárdelvétellel. Én is azt néztem, hogy itt olyan volt, mint hogyha buszt kerülnék, vagy nem is tudom. Jaj, Jani, azt mondom. Hát kell küzdeni avval az autóval rendesen. Igen, Paja közben a chaten mondja, sajnos van egy kis technikai problémánk, de úgy látom, hogy viszonylag nálam is megy az adás, viszonylag folyamatos a kép. Reméljük, hogy azért élvezhető. Hátul Bali megint hibázott, hogyha jól látom. Igen, mert most már Koba is elment, úgyhogy Koba a 10., Csonti a 9., Bazsi 8, Nimród 7, Tamás 6, Janisnak most már megvan az 5. hely, viszont nagyon messze van tőle Kepi, úgyhogy Janinak mindent ki kell préselni, hogy a 4. hely meglegyen, a bajnokság szempontjából mindenféleképpen fontos neki. Ami viszont érdekes, hogy utóbbi kezd lassan fellopózni Ati mögé. Igen, 1,1 másodperc köztük a különbség, most jelen pillanatban az utóbbi körben 3 tizeddel volt gyorsabb utómi, mint Ati.
paja is pedig lassul nem lát... amúgy, de még pedig kettőnk... nem láttam egyébként, mert nem tudom, te láttál-e Attitól hibát, hogy van-e olyan, ami nem. Rossz köre volt az elmúlt körökben. Akkor úgy látszik, utami talált itt még valamit a pályába. Viszont most nagyon elrontotta a jobban jobb kombinációt, úgyhogy most Attinak van egy kis elődje meg lógni jobban. Mögöttük paja, hát nem tudom, 3 másodperc, 4 másodperc a lemaradás körülbelül. Utami is lassabb, most utami lassabb kört ment, mint Ati. Igen, paja pedig 3 másodpercre van tőlük lemaradva, de jelen pillanatban 3-újuk közül ő volt a leggyorsabb már, mint paja. Jó van paja, bal jobban. Ne kössél bele az Isten tiszteletbe. Csak úgy jelzem neked. És akkor nézem, hogy Tamás kezd ismételten egyébként Janira fölérkezni. Itt az 5.-6. helyen. Meg egy csonti koba. Hát nem. Nem, ott már helycsere. Csonti! Csonti hibázgat most folyamatosan. Csonti úgy néz ki, hogy folyamatosan veszti el a... Ja nem. Igen, Koba elment Csonti mellett is, valószínű, hogy... Az elég gyorsan megtörtént, mert valószínű, hogy hibázott akkor valamit. Én több mint valószínű, mert láttam, hogy a célegyenes végi sikánba is kicsit hamarabb adott gáz, aztán majdnem kitört az autója. Úgyhogy itt most kicsit küzdenek, mondtam, hogy küzdenek itt a hátsó kerekesek. Talán egyedül hátsó kerekes, aki nem küzd, az Koba, de ugye kíváncsi lettem volna, hogy azért, hogyha nincs a büntetése, mit alkot, hát erre majd a második futamon lesz lehetősége, mert eléggé jó időt ment az időmérőn, ha jól emlékszem, harmadik időt ment, ugye az a fordításnak köszönhetően a 7. hely lesz, de az mindig jobb, mint az utolsó hely, és ráadásul 5 másodperces tapengóval. Úgy Bazsit kezdi el most már szélpontnak bemérni, aki hát Koba is elrontotta, Bazsi is elrontotta, úgyhogy ez itt még egyelőre nem lesz csata. Hát csata, az most úgy sehol nincsen. Most csata mindenki. Jelen pillanatban nincsen, csata a boxban van nekem a táblázat szerint, Mosby és Enemy maradtak nagyon közel egymáshoz a legutolsó időponton, amikor... Hát ott valószínűleg akkor a szerelők csatáznak. Ott is kell a csata, tehát hogy... Or, csak kérdezi Paja, hogy a YouTube-os videó ugye nem fog így akadni. Valószínű, hogy ebben az esetben most igen, mert a Twitch videóról készül a YouTube-os felvétel, és mivel most a Twitch is én közöttem van valami gond, ezért valószínű, hogy az is akadozni fog egy kicsit, bár a Twitch lejátszójára is sokan panaszkodnak, tehát hogy eleve jobban szaggat nekik a videó adás, mint utána a YouTube-os. Viszont egy helycsere történt, Koba áthalmozta magát Bazsin, aki valószínűleg hibázik, ismét leszalad a fűre. Azért ez 2.20 környékén így megfogni nem éppen egyszerű dolog. De hosszú nyújtottban néz, jobbosban nézte el a... itt a kanyar... Pajának üzenem, hogy van a WCRC oldalon egy donate gomb, és hogyha kifizeted a donate gomb segítségével a Twitch havidíjat nekünk, akkor én felajánlom, hogy be fogom fizetni maradéktalanul a Twitchnek a havidíjat. Fizetett reklámunkat hallották. Igen. Tehát lehet nyugodtan szponzorálni, és lesz Uber adás. Ez csak rajtatok múlik. Tisztelt nézőkön, úgyhogy hajrá, hajrá! Viszont hát, ahogy látom... Ati és Utomi között megint 2.5 másodperc, Paja 4-re van Utomitól, Kepi 4.3-ra van Pajától, Jani 6.6-ra van Kepitől, ott sem változik a helyzet. Beálltak a srácok. Igen, tehát ha ez így marad, akkor ez valószínűleg, ha nem ront senki, akkor talán ez egy majdnem, hogy így 5 körrel a vége befutót is lehetne mondani, mert mindenki... nagy-nagy távolságra egymáshoz. Talán ez a Bazsi, Tonti, Bali hármas az, aki úgy olyan másfél másodpercen belül van egymáshoz képest a három pilóta. Talán ebből még lehet valami Bazsi is. Szerintem Paját regulázd meg, mert azt mondja, hogy főműsoridőben adjuk le, de hát Paja, hát nem tekinted a PHVTCC-t főműsoridőnek? Ez a főműsoridő. Hát Paja, fél héttől, amíg tart a műsor, főműsoridő van. Hát Paja, neked érik most már az a stop and go egy olyan 50-60 másodperc. Vagy egy plusz 100 kiló, vagy nem tudom.
Hát, az még az se segítene. Így jön 50-60 másodperc mondjuk két körönként. Tényleg következő futamon be is kéne neki izzítani. Hát, ha örülne neki. Na, viszont Csonti megérkezett Bazsira, úgyhogy itt lehet még valami. Pali inkább olyan tisztes távolságból figyeli őket, meg lelejár a pályáról. Úgyhogy inkább maradjunk itt a Csonti, Bazsi kettesen, mert ők vannak relatíve egymáshoz közel. Igen, lassan Csonti le tudja olvasni Bazsinak a rendszámtábláját. Ha jelzem, neked 8 óra van. Egy óra időeltolódás van, úgyhogy 8 óra van. Ezt most én nem értem, de biztos. Hát, mit a másik időzónában most 8 óra van. Jaj, értem. Ha most nem tetszik neki, hogy nem fő műsoridő van. Neked semmi nem tetszik. No. Lecsendesedett a nép ismételtem. Úgyhogy mit tudom, esetleg mutassunk egy Ati onboardot? Hát hogy... most Csonti onboard van, szépen lassan közeledik Bazsira, úgyhogy elképzelhető, jelentem, tényleg. Hogy lassacskán lesz valami ebből a dologból. Meg talán Csontira is közeledik Bali. De Csonti hamarabb utol... mennyivel bátrabban ment bele Csonti a sikámba. Hát pedig nagyon féltek tőle egyébként a hátsó kerekesek, nem igazán merték átdobálni, mert... Nem akarok így előre szólni, de Bali járt egy párszor rosszul. Bár ő rendszeresen szokott így rosszul járni, hogy rosszul dobálja át, pedig nem rossz pilótát, csak egyszerűen néha nem megy neki. Viszont most Csonti ott van, nagyon szélárnyékban, úgyhogy itt a jobbos nyújtott be meg lehet neki, sőt, most már nagyon húzza, és kivág mellé balra, ahogy kell, balról előzünk. Index ki. És hogyha a jobbosra már eljöttem, akkor ez megvan. Ahogy kell. És rendes is voltam úgy, mert nem húzott rá egyből Bazsira. Azért lassan Bali is azért most elkezd megérkezni rájuk. Azt nézem, hogy Bazsi 1.24.2-t ment. Csonti 1.24.2-t szintén, ugye itt nagyon közel voltak egymáshoz észba. Bali pedig 1.23.7-et, tehát egy fél másodpercet hozott rajtuk, és igen, itt is van. Viszont ahogy néztem, Bazsi a nagyon alacsony szárnyalásnak köszönhetően a bal jobb balba, csak hogy bajának kiemeljem, iszonyatosan szenved ebben a Skodával. Tehát látszik, hogy folyamatosan... De nagyon megérkezett, sikánt azt nagyon... Na, sikántól nagyon fél Bazsi, hát mondjuk ma már egyszer átrepült, és hát vasárnap egyszer már átrepült ott a gumifal felett. Pedig szóltunk neki, hogy ezt a pályát, tehát földön kell játszani, azt nem a levegőben. Azt még talán díjugrató bajnokságon is lepontozták volna. Na, akkor most Balival szemben kell kivédekezni ezt. De úgy látszik, hogy azért a Skoda lenne benne erő, bár most húzza a szélárnyék Balit, aki megpróbál jobbra előzni. És úgy néz ki, hogy... Hát... Na, ki lesz a merészebb? Hát, Bazsi belefékez, így nem meri akkora tempóval beledobni. Talán Atit néztem, aki ilyen 250-nel bedobta. És ezzel Bazsi lett a sereghajtó azok közül, akik a pályán vannak még. Hát egyelőre azért ne felejtsük el, hogy Bali se éppen ment ezen a futamon eddig valami kiemelkedően. Igen, Bali is hibázgatott, most is. Most is éppen leszaladgál rendszeresen a kavicságyba. Ez a célra vezető kombináció nem igazán fekszik neki. Ennek köszönhetően Bazsi mintha egy picit kezdene megérkezni rá. Hát igen, csak most jön a sikán, amit Bazsi igen, már amit óvatosan nem szeretünk, vesz, de most Bali is beleront. Igen. De a kigyorsítás a jobb Balinak. A sikámból. No, elől meg. Elől változatlan a helyzet. Elől meg mennek a srácok elől. Szerintem nagyon már látni sem látják egymást. Hát épp... Ati Utomik picit látja Atit, de Paja egyáltalán nem látja, mert Utomik Kepi szintén nem. Jani se előtte Kepit. Tamás az, aki még látja.
Atit, de hát kemény lesz azért Ati. Atiék nagyon jól beállították ezeket a Seatokat itt a futamra. Viszont ami érdekes, hogy így a futam vége felé, sőt, ami most már az utolsó kör egyébként, nagyon elfogytak a gumik, és nagyon lecsökkentek a köridők. Tehát azért... Ati 1.23.1-et ment most, és Utomi is 1.23.1-et ment, hát mondjuk 1.22.0-át ment Koba, az volt a leggyorsabb kör. Hát igen, egy másodpercet visszalassultak. És akkor érik a futamgyőzelem Atinak. És akkor ami... itt a kívánságod, a Ombaárdba vagyunk már a kör kezdete óta Atinak, úgyhogy... Ami egyébként így Atinak a második győzelme lehet, aki egyetlen lesz, aki kettő győzelemmel van, Paján kívül, aki rengeteget nyert, tehát nem tudom megmondani mennyit, hatot zsinórba nyert, azt tudom, hat futamot. Na nézzük, hol jár. Na a bal jobb balba jár Ati, úgyhogy ez már biztos. Tehát nagyon messze lemaradva tőle Utomi, úgyhogy nyugodtan kimondhatjuk, hogy az első futamot maga biztosan Ati megnyerte. Most már lehet a célvonalon, majd őt követi Utomi a második helyen. Jön Paja, a bajnoki címvédő a harmadik helyen. Azt mondom, hogy neki még mindig tökéletes ez a harmadik hely. Dobogó megvan, pontok a vastagon szerzett. Majd Kepi jön a negyedik helyen, Jani a kicsúszásnak köszönhetően is nagy-nagy csatákkal, illetve kisebb-nagyobb csatákkal az ötödik helyen halad át a célvonalon, Tamás hatodik, Koba lett a hetedik, Nimród érkezik a nyolcadik helyen, és akkor Bali kilencedik, aki időközben Csontit valószínűleg megelőzhette. Valószínű, mivel mögötte van Csonti. Igen, Csonti a 10 és 11-ként érkezik be, Bazsi, a kiesők, Lacus, Oxi, Blacky, Enemy, Mosby és én. És akkor itt megindultam. Ati megnyerte a... Hát tulajdonképpen a jó rajtjának köszönheti, hogy így mindenből kimaradt, minden csatából. Igen, meg annak is, hogy rajta nem volt semmi súly. Tehát súly nélkül, meg tényleg azt mondhatod, hogy mondták a többiek, hogy nagyon kedvez ez a pálya az első kerekeseknek, amit már úgy rég hiányoltunk, mert több pálya inkább a hátsó kerekeseknek kedvezett. No, de szusszanjunk egy csöppet, reklámoljunk, PH értékezünk, aztán hamarosan jövünk a második futammal, ami álló rajt lesz.
SimSport TV. SimSport TV. Magyarország vezető szimulátoros tévéje. A SimSport TV és az Arrows of Hungarians Army új sorozattal jelentkezik. World of Tanks Show, az interaktív műsor két hetente láthatod a legfrissebb vadhírekkel, tankopédiával és sok más extrával. SimSport TV, Magyarország vezető szimulátoros tévéje, ahol a lánctalpak mindent eltipornak. Ismételten visszatértünk ide Salzburgringre, második futam. A reklámról jutott eszembe, most itt hirtelen néztem, Paja, neked szólt a World of Tank reklám, de ez most itt PHVTCC túrautók, 1.6-os motorral, turbósak, hál' Istennek most már nem villanyautók, mint az első futamon. Ja, hogy Paja tankligába is versenyzik? Persze, Paja mindenhol ott van, Paja olyan, mint a jóisten, Paja mindenhol van. Pajához lehet pohászkodni, meg ilyenek. Na és most fényeztelek, Paja, ennyi volt rólad a szó. Második futam, ugye guruló rajt lesz. Guruló? Álló rajt. Nem jön össze, ez úgy látszik. Voltak egyébként technikai gondok a második futammal nekünk is, úgyhogy szokás szerint most megint nem nagyon jött össze, de azért harmadszorra csak elindult a mezőny. Aminek úgy néz ki a rajtsorrendje, Lasus fog indulni az első helyről, majd mögőle Blacky a másodikról, Stamás harmadik, Mosby negyedik, remélem nem egy körig fog tartani neki a futam, Kepi ötödik, Paja hatodik, Utomi hetedik, nyolcadik helyről Koba, kilencedikről Ati, tizedikről Jani, és akkor Nimrod 11, 12-ről Bazsi, 13-dik lesz Bali, hopp, itt Bazsi egy picit lenézett a fűre, hál' Istennek álló rajtról van szó, úgyhogy ebből nem lesz úgy gondja, csak majd a beállásnál. A 14. hely Csonti, és ennyi, Oxi nem vett részt a második futamon, meg még valaki hiányzott, akiről most nem teszem, hogy Enemi kellett. Mintha őt nem soroltad volna föl. Igen, mert neki is, ha jól emlékszem, valami komolyabb technikai gondja volt, úgyhogy... Hogyha jól tudom, Enemiéknél valami nagy karbantartás volt, és nem volt áram. Ja igen, majdnem jó, hogy mondd, tényleg. Most jelentkezett be hozzánk legalábbis a honlapra, hogy végre megint van áram, és nem gyertyával megy az internet. Hát, ha valaki megoldja. Isten lássa lelkem, meghívom egy sörre. Valószínű egyébként, nem tudom, hogy ki mennyire követte a technikai dolgokat a héten, illetve ki UPC-s és ki nem, ugye a UPC hálózatával volt a héten nagyon nagy gond, és valószínű annak az utózöngét érezzük még folyamatosan a magyarországi internettel. Hát én a másik szolgáltatónál vagyok, a D betűsnél, úgyhogy nekem hál' Istennek nincsen vele gond. Kimondtam a nevét, nem baj? Mindegy, tehát most ennyi belefér. Negatív reklám is reklám. Hát akkor is beszélnek az emberek róla, tehát ez a lényeg. No, akkor beszéljünk a srácokról, lassan megérkezzek a rajtkockákba. Amire kíváncsi leszek, Kepi itt az ötödik helyről a BMW-vel miért fog rajtolni, meg hát ugye Paja 66. helyen, bár, tehát hozzáteszem, az első futamon is azért igazából nem tudott nagy tempót menni, köszönhetően a nagy puttonyak, meg ugye, hogy amit mondtam, nem nagyon kedvez a hátsó kerekeseknek ez a pálya. Ati 9. hely, hát kíváncsi leszek, hogy ismételten sikerül-e neki futamot nyerni esetleg, vagy nagyon előre keveredni, viszont gyulladnak a lámpák, 4. is megvan, zöldre rajt, nincs zöld lámpa, de leindul a mezőny, Tomi! Az egy kicsit kemény start és volt. És Paja tőle. Mekkorát rajtolt, Paja már a második helyen, már az első. A betyár mindenit, hát csak úgy elindult az az autó, mit szereltek abba az autóba? Paja elsőként is el fog elfordulni, igen. Igen, és ahogy nézem, hál' Istennek kicsit apró koccanásokkal, de eljön szépen a mezőny, szerencsére safety car-ra ismét nincsen szükség.
Viszont Jani iszonyatosan sokat veszített a rajtnál, 13. helyen van csak, míg csapattársa, aki most éppen nagy csatában van Kevivel, most jelenleg átveszi tőle a 7. helyet és elkezdi üldözni Tamást. Ugye még nincsenek messze a többiek, ráadásul Ati nagyon nagy tempót ment az első futamon, úgyhogy minden esélye megvan. Most épp megpróbál kinézni Tamás mögül, de elől is megy a helyezkedés, nagyon kobarremeket rajtott, 4. helyen van. Viszont Paját megpróbálják jobbról balról. Igen. Lacus és Blacky próbálja jobbról balról előzni. Igen, valószínű, hogy a végsebességben az a súly az beleszámít, legalábbis nagyon úgy néz ki. De csak megtartom, valami csörgés csattogást viszont hallottam. Hú, valaki fejjel lefele van. Én is. Ú, Bali és elment a kavicsba. Kepi áll a tetőn a BMW-vel. És most maradjunk Kepin. Viszont ugyanis Blacky... olyat láthatunk, ami nem sűrűn fordul elő. Elindul visszafelé a pályán. Akkor ez egy DQ lesz most már. Igen. Hamarosan, azt hiszem. Igen. Hát benézte, nem a jobbos, nem a balos jött, hanem a jobbos. Kísértetésen emlék, hopp, ott láttam egy alfát egy pillanatra. Igen, visszaestek az alfák is nagyon az első valahol, úgyhogy Paja, Utomi. Igen, Blacky ronthatott nagyon nagyot, mert a 7. helyen van. Úgyhogy visszahozta magát. Hát azt hiszem most így Pajának, Utominak nagyon föl kell kötni, mert Ati ott van a 3. helyen. És ugye ha az előző első futamos tempóját tudja Ati menni, akkor ez itt egy ilyen Müller-es féle gyilkosság lesz, tehát hogy bedarálja a mezőn, már kinéz Utomi mögül. Ugye Utomi összesen 5 kiló van, tehát ez nem igazán kellene, hogy akadályozza, viszont Ati, mintha ott se lett volna Utomi. Egyszerűen körbeautózta. És hátul Lacus és Tamás is egymás mellett. Jó, én már tovább ragozom a szbetűt. Hogy nézem, Koba is egyébként ott leselkedik a 4. helyen, ő nem tud egyenlőre még föld kapat. Tami, ahogy szoktam mondani. Elnézést, de akkorákat bedriftelevel a Lexusszal, vagy valami hihetetlen. Na viszont most megpróbálja visszaszerezni ezt a 2. helyet Atitól, nagyon rajta van, kibújik szédelnyékból, viszont nem biztos, hogy ez az egyenes elég lesz erre. Ati nem, szépen bemarad. Nincs meg az előny, a féktávon viszont rövidebb. A féktávon. Egyenesben nem volt meg az előny a féktávon viszont. Akit ugye megint jön a másik hosszú egyenes része a szakasznak. Ati ezt itt jobban meg tudja csinálni egy jó féktávval és jó kigyorsítással, viszont nem, most Koba támadja Atit. Egy kicsit bezavarhat. Hú, aztam egy alfa, melyik alfa volt ez? Nimrod kinn a kavics ágyban. Úgyhogy jelenleg ő zárja a sort. Húztam, Paja is ragozza már a neveket, úgy látom. Ami kulisszatitkot itt elárulhatok, ha beleegyezik Paja, ha nem. Én ugye fenn voltam folyamatosan TS-en, és az volt a taktikájuk, hogy próbálják egymást húzni, tehát ilyen felváltva én húzok téged, te húzol engem, ezáltal Atit megpróbálják leszakítani, aki viszont nagyon-nagyon rajtuk van. Tehát nem tudom, hogy jó taktika volt-e, ezt így megbeszélték, próbálják is egyébként ezt alkalmazni, most éppen Utomi próbálja tartani fel Paját, pedig nincsenek egy csapatban Pajával, de... Talán megirigyelték a Seatosok utóbbi időbe elért jó teljesítményüket. Na most Ati, ugyanazt, amit Utomi csinált vele, viszont Utomi rövidebbet fékez, és... Pillanatra meg is indult a hátulja a Lexusnak. Na, és megjött Koba. Koba! Egy kis kocogtatás, de ez még belefér. Nincs meg a kettő Kobának egyszerre, mert ő úgy szokta. Koba! Ajjajajaj, megfordul a BMW alatta. Nagyon erőszakos volt Koba, szerintem ez túl akarta. Viszont nem is tud kijönni a fűről, egyszerűen annyira csúszik a fű, hogy nem tud följedni a dombra. Ennek is ugye a pályán. Igen. Hát most egészen, most visszasik a 11. helyre, viszont jön Blacky, aki... Hát jön a másik oldalra. Aki elmegy, úgyhogy Koba zárja egy a sort. Hopp, Bali! Bali is benne a... Hűben. És ez az autó nem... Nem megy sem erre. De pedig még jár a motor. Nem tudom, mi lehet a Balival. Paja 7 tizedre vezet Utomi előtt, és Ati pedig
a nyakán van Utominak, aki megint a driftelős módszert választja, úgy látom, itt az utolsó kanyar kombinációba. És Atti pedig itt tartózkodik egyébként csapattársa a hetedik helyen, aki megpróbálja most Bazsit a célegyenesbe lenyomni, még nincsenek nagyon messze, tehát még most járunk csak a negyedik körben, még 12 köre van Attinak, hogy utolérje csapattársát. És kérdés az, hogy Bazsi most mennyire fél a sikántól? Hát az előző futamon, igen. Hát megtiszteli azért. Megtisztelte a sikánt, igen. Hup, de egy picit Atti rontat úgy, hogy Bazsi ezt most vissza tudja szerezni, bár a hosszú egyenes részének a pályának nem biztos, hogy ez lesz jó neki. Ha nem tud... Az úgy, Jani tud egy kicsit merész volt. Hát bár viszont aki a szerencse, de az most nem jött össze. Viszont ami... annak örülök, hogy Mosby versenyben van 8. helyen, és még Lazos is ugye itt van ebben a csodaszép festésű Peugeot 407-essel, és Tamás egyébként 4. helyen ismételten egy jó kis... Ó, viszont elő egy kis helycsere, Faja átadta jelenleg a vezetést Utominak, most játsszák ezt az én húzok téged, te húzol engem szituációt, egy picit talán jó is, mert Atti, ha nincs is túlságosan közel, de annyira jó nekik, hogy... hogy ebből kérdés talán még az, jól kivettek a végére. Kérdés az, zavarják egymást, én most úgy látom, hogy azért egy picit Utomi zavarják, Utomi nagyon elrontotta. Utomi, hogy feltartja Faját eléggé, meg is érkezik rájuk Atti. Én egyébként jeleztem is nekik, hogy talán ezt így nem biztos, hogy jól csinálják. Igen. Fajánál majdnem egy másodperccel volt gyorsabb most Atti. Hát és már ott van most a sikánnál, már igen, ott van Faja nyakán, úgyhogy is lássuk, Faja picit el is rontja a sikán. Így, hát én azt mondom, hogy második, tehát itt a második szakaszra, ha itt most nem ront Atti, jó a kigyorsítás, már pedig szépen szűken ráfordul, hát ez kész, Faja behúzva, már most borítékolható, tehát már utazik szélárnyékba, és kivág jobbról, ugye azért ne fejlődjük, Faján rajta van az 50 kiló, Atti semmi nincsen, úgyhogy, hát... Igen, el is megy. Simán erőből. Ez így nagyjából eddig tartott, és fék nélkül 2... Hú, azért a szép. 2.32, 2.20, 2.30-al. Hú, viszont előtte Utomi mekkorát fékezett. Láthatóan azért szenvednek a hátsó kerekesek ezen a pályán. Azt nézem, hogy a végén mi van. A vége az tök csendben van. Bali ki is állt egyébként. Neki, ha jól emlék, el is füstölt az autóért. Tehát ő valahol kapott egy nagy ütést, és egyszerűen elfüstölt az autó. Nem tudom, még a fordulatszámérő az előbb látszódott, hogy ott állt, tehát elvileg még járt a motor, de lehet, hogy azért is állt, mert túl melegedett, aztán nem akarta neki nyomni, amíg vissza. Igen, valami ilyesmi rémlik nekem egyébként, hogy füstölt. Na viszont az első hármas az nagyon nagy csatában van, most próbálják Attit közrefogni a két Lexus, hiába nem egy csapatban vannak, de dolgoznak arra, hogy Attinak ne legyen meg a második utam győzelem, és ugye így Fajánhoz csatlakozna, akinek szintén kettő, van egy kettős futam győzelme. Jelenleg azt mondom, hogy még egy Utominak áll a zászló, de hát van hátra még 9 kör, az alatt még sok minden történhet. Láthatóan azért Atti lopakodik, nyúlik el Pajától, tehát Paja így nem igazán fog tudni Utominak segíteni, talán úgy, hogyha Utomi belassítja Attit, akkor lesz esélyük ketten megfogni. Tamás, hát ő már tisztes távolságból, Atti ismételten az 5. helyen tartózkodik. Abból a szempontból talán könnyebb helyzetben van, hogy relatíve közel van Tamáshoz, úgyhogy még így 9 kör alatt fölérhet rá. Bazsi 6, Mosby 7, Csonti 8, Nimrod 9, Koba 10. A kedvenc rózsaszín autónk ismét a boxba sajnos. Úgyhogy Lacus a 11, aki kieső 12, Blacky 13, Bali és Kepi a te fejtetős menetirányjal szemben indulós, Kepi a 15. És Atti most kezdi el utolérni itt a hátsó szakaszon Utomit. Igen, és megint szűken fordul, ugyanúgy, ahogy az előző körbe Fajával szemben. Jó is a kigyorsítás.
talán azt mondom, hogy a hosszú nyújtott jobbos elejére oda tud érni, és be lehet dugni annak a Seatnak az orrát, egy picit megzavarni, utamit. Sőt, lehet, hogy már addig se jutunk el, mert most már behúz a szélárnyék. De nem, utomi azért még levédi. Levédi azt az ívet most utomi, amerre menni akar. Na most kívülről meg lesz-e? Nem. Hát ilyet se láttam még azitól, hogy belefékez. Kénytelen volt, különben akkor elszáll a kavicsban. De közel volt. Jaj, igen. Hát ez már egy konkrét festőcsere volt. Feketére egy kis pirosat, pirosra egy kis fehéret. Viszont utami rendszeresen elrontja egy picit ezt a bal-jobb-bal kombinációt. Viszont jól jött ki belőle, vagy megzavarta Atit is. Ezzel igen, egyébként. Célegyenesen jól nem volt, ki. Nem volt tökéletes kombináció. Igen, egyébként Paja írja, hogy nem ment az autó szélirányékba. Igen, valószínűleg ennyit számított az a 50 kiló, de hát kellett neki ennyire gyorsan menni a futamokon. Most se lesz valószínűleg kevesebb rajta, mert hiába csak a harmadik helyen van, de nagyon ott van elől. Talán annyiba változik majd a következő futamra a helyzet, hogy ugye Ati ennek a első futam eredményének, meg valamint itt a most a jelenleg másodikként tartózkodik, fog egy szép kis puttonyt kapni az autóba. És talán Pajáról lekelő egy kis súly. De hogy nézem, hogy Csata igazából a első két helyen van, tehát itt a... Igen, egy másodpercen belül most nincsenek, még Jani van ez Tamáshoz. Igen, azt mondja, hogy Jani kezd ez Tamással. Jaj, most van nagyon közel Ati, kis utomi irányt is váltott. Hogy ne tudjon Ati elmenni mellette. Nagyon közel van Ati. Utami, na most elrontotta, ez most nagyon így. Rossz ritmusban van. Bal jobb balban. És már ott van, húzódik le Utami, próbálja azért picit leterelni Atit. Na nézzük, ki lesz merészebb féktávon. Ati van egy picit kedvezőbb helyzetben, ne felejtjük, Utami nagyon rövideket tud fékezni. Hát nem adja még egyenlőre Utami. Hát ugye megint tényleg, és ez így Pajának egy kicsit jó, mert most már megint ott van rajta Atin. Tehát talán kezd bejönni az, amit mondtam korábban, hogy utóbb egy picit feltartja Atit, hogy Paja fölérkezzen, és talán meg tudják zavarni, hogy hát ne legyen meg Atin. Hát csak tudja támadni Atit, mert pont ott ugye nem tudja támadni Atit, ahol gyors, ezen a szakaszon. Igen, itt nagyon nyúlik el Ati, és most itt megint benn van utami szélárnyékában, kívül, belül, jobbról, balról próbál, és most erőből... Hát úgy néz ki, hogy ez egyenlőre megvan, viszont jön a merész kanyar. Már előtte van már. És ráadásul utami egy kicsit bele is fékezett, úgyhogy... Azt mondtam, hogy egyenlőre ez megvan Atinak, de azért... Tomi. Ez a szokásos Tomi. Igen, elindult egy kis hátulja. Nagyon piszkós alatt egyébként az autó. Na viszont, ha vezeti valaki, akkor nem rontja el utolni ezt a célegyenesre rávezető kombináció. Haja viszont mögöttük elrontotta. Hát kérdés, hogy utolni vissza tud-e támadni valahol. Szerintem ez az utolsó esély itt ebbe a sikámba, itt, hogyha nem tudja megtámadni Atit, már pedig úgy néz ki, hogy nem tudja. Nagyon merészen dobált. Egy picit el is indult utolni alatt, na egy pici fű még. Megint a másik oldalon, és inkább Paja fog megérkezni mindjárt Utomira. Paja nem biztos, hogy tud annyit segíteni Utominak, hogy fölérkezzen rá. Ugye azért a súly megteszi hatását rendesen. Nem is nagyon tud egyébként Utomira fölérkezni Paja, tehát igazából csak utazik mögötte. Ati meg egyre jobban lúg el. Igen, ezt próbáltam mondani, hogy ha a sikámban nem tud Utomi visszatámadni, akkor itt a középső szektorban annyira elnyúlik most már Ati, hogy... Viszont, hogy nézem, Paja igazából csak tolja Utomit, hogy menjél. Ad neki egy kis plusz igen, még. Igen, ez az R-faktor egyik sajátossága, hogy ugye ilyet meg lehet tenni, hogy az embert, hogyha húzzák az autó célárnyékba, akkor valahogy még meg is tudja tolni a másikat. Ez a fizika törvényeinek némileg ellentmond. Időközben egy helycsere Tamás és Jani között megtörtént. Igen. A helycsere, Tamás 5., Jani most pedig... Ez nemrég. Igen, valószínűleg, mert
még nagyon közel van hozzá, Jani. Illetve Mosbyt, igen, itt sárgálott nekem Mosby a táblázatban. Hát na még ilyet sem lett. Hát de a mentőautó mellett állt meg, gyorsan bevizsgálták, és mehet tovább. Nem lett semmi. Hát az autónak... Hát annyi, hogy a hátsó szárny az totál eltűnt, tehát ebben az autóval így... lett, igen. Úgyhogy hát kész. Nem is tudom, hogy tud-e. Nem tud, tehát épp nézem, hogy egyszerűen a nyújtott jobbos végébe se tudott körülbelül 70-nel elfordulni, vagy 80-nal, mert egyszerűen hátsó szárny nélkül... Viszont nem tudom, mi történt, de utóbbi támadja Atit. Méghozzá a gyors szakaszon támadja utóbbi Atit, benn van mellette. Hát lehet, hogy a siker a sikerülés is elrontotta Ati. Viszont hát nem tud erőből elmenni. Nem. Csak utazik a szélárnyékba igazából, de nem talál még egy erőfogás, viszont hát azért ne felejtjük, 12. körbe járunk, 4 köre van utaminak, hogy elvegye ezt a futamgyőzelmet Atitól. Ami nem lesz egyszerű. Tehát igazából azt mondom, hogy itt nem szabadna megelőzni utaminak Atit. Tehát ha akar valamit keresni, akkor csak is a pálya második szakaszába. Tehát szépen ott maradni, jószorosan, rövid féktával, és amikor elkezdünk a második szakaszhoz, a hosszú, vagy azonhoz a hosszú egyenes részhez, akkor kell támadni. Na itt a cél egyenes közepétől iszonyat nagy tempó előnye van utóminak, és szerintem ez most be fogja húzni a sikámba, igen? Igen, csak hát ugye ne felejtjük meg az, ami jön a második szakasz, tehát ahol Ati erőből elmegy utómi mellett. Hát igen, de hogyha itt utómi Ati előtt van, akkor elhúz. Vagy Ati utómi előtt van, akkor Ati elhúz utómitól, így viszont van esélye feltartani. Persze a szabályok adta keretek között. És akkor kezdődik ismételten a csata köztük. Megint a szélárnyék, kihúz Ati, most jobbról próbálkozik. Előből eddig megvan. Igen. Szépen beleállnak a jobbosba. Azt mondja, hogy talán Ati vette szebben. Nagy fékkel, jó füstölt gumival. És akkor most megint érkezünk a pálya elejéhez. Célegyenes, itt utómi nagyon rajta van Atin. Szerintem megint meg fog próbálkozni a sikernel. Most lecsúszott egy kicsit a fűre, kigyorsításon. Most Atinak jól sikerült a kigyorsítása a célegyenesre, nincs is meg az a tempó előny. De most itt szorosan kell maradni, nagy... Új, Tomi! Azt mit citált az a Lexus alatt a féktávon. Ezt direkt megnéztem így külső kamerába is Tomás többször. Tamás viszont újra Jani előtt van. No, akkor itt történt valami nagyon nagy nagyon történt valami Janival, mert nagyon le van maradva Tamásról. Nézd a mezőny hátsó rész, hát azok csendesen vannak, Koba 7., Bazsi 6., Tonti 8, Nimrod 9, Mosby 10, de ő ismételten jön a boxba, nem tudom miért, pedig egyben van az autója. Lehet, hogy neki úgy gondolta, ennyi Salzburgringből elég volt. Az elején mi a helyzet? Úgy látom a chatből már megint hülyeséget mondtam, hogy nem működik élőben, vagy ellent mond az élőnek az, hogy tolja a hátul lévő versenyző az előlévőt. Persze, hogyha amúgy gyorsabb, akkor... Hát valami bump draftról beszélnek. Igen. Amit láttam ilyen iRacing-es NASCAR közvetítésből, ott rendesen alkalmazták ezt. Hát igen, te vagy a szakkommentátor, én csak hülyes beszélek. Én beszélni se tudok. Hát te nem tudsz beszélni, én meg nem tudom, mit beszélek. Te meg nem érted, amit beszélsz. Kiegyeztünk. Ja, simán. No. Hát úgy néz ki, hogy Atinak most már sikerült egy biztonságos egy másodperces erőnyt. Hát igen, és utolsó előtti körbe vagyunk, tehát még utóminak ki kéne mindent sajtolni az autóból, hogy valamit még itt az utolsó körre meg lehessen próbálni. Ami érdekes, hogy a nagy csatának köszönhetően Paja nem szakadt le annyira tőlük. Le van, tehát biztonságban van a harmadik helyen, mert Szamás messze-messze lemaradva. Ati, tehát ő, a Jani is úgy biztonságban van itt a 6., 5. helyen, Szamás szintén a 4. helyen.
egyedül akinek van még keresni való, az tényleg Utomi a Janival, Atival szemben. Tehát az első két hely az, ami hát még nincsen biztonságban. Hát még nem tudom, még Koba van nagyon közel Bazsihoz, de már lassan befutuljon, úgyhogy majd át kell váltani mindenféleképpen az elsőkre. Még van egy karika. 16 lesz? 16. Jó, akkor azért mondom, még van egy karika. Akkor Kobát nézzük, hogy Bazsival boldogul-e. Jani elrontott! És jön is eléjük, visszajön eléjük a pályára! Koba elrántotta, így nem ütközött, viszont kiment a kavicsba. Bazsival ütközött Jani, de elment Bazsi végül Jani mellett. Hát ez igen. Mondjuk úgy nem volt éppen a legszebb pályára visszatérés. Igen, elrontott egy nagyon jó csatát, de úgy látom, hogy... Jani ki is állt, igen. Vagy nem tudom el, hogy neki technikai gondja volt-e hirtelen, vagy egyszerűen megunta. Viszont elől is történt helycsere, Utomi megelőzte Atit. Na, és a akkor két szátos, a szátok köhögnek az utolsó körben. Viszont most Ati megint el tud menni. Igen, Utomi megint mellett. Lezár Utomi elé. Viszont még ott van a célegyenes rész, amit Utomi azért az utolsó körökben nagyon szépen vett, a bal-jobb-bal kombinációt, talán még meg lehet ott próbálkozni. Itt még nagyon szorosan kell maradni Ati mögött, aki ha így halad, meg lehet a kettős futamgyőzelem. Na nézzük, Utomi megpróbálja kihasználni. És ott van rajta szorosan, viszont egy picit elrontotta. Ez ennyi. Úgyhogy akkor kimondhatjuk nyugodtan, hogy Ati megnyeri a második futamot is. Nagy csatában Utomival a második helyen, Paja ismételten a harmadik, Stamásian a negyedik helyen. Messze lemaradva, de azért negyedikként, Bazsi ötödik, nyakán a Kobával. Aki hatodikként érkezik be, igen, Csonti. Igen, visszaérkezett Bazsi mögé Koba, de annyira már az már kevés nem, volt. Hogy, igen. Hetedik helyen jön be Csonti, Nimrud, nyolcadik, az egyetlen talpon maradt Alfa, nyolcadik helyen. És akkor Jani ugye így kiesett, Mózbi, na mindig versenyben van még, tizedik helyen, de még körön belül. Visszarakták a hátsó szárnyat, úgyhogy valószínű, hogy kilencedik lesz, mert Janit valahol meg fogja előzni. Ahol kiesett Jani. Ott majd elmegy. Hát aki biztos kieső, az Lacus, Blacky, Bali és ennyi. Illetve hát Jani. Ami így a bajnoki összetett szempontjából nem éppen jó Janinak. De így nagyon el fog szakadni ismételten Pajevvel a két harmadik helyen. Na és akkor jön Bózbi is a kilencedik helyen. Tehát övé lett a kilencedik, és akkor Jani így a kiesésének köszönhetően a tizedik lett. Lacus 11, Beki 12, Bali 13, és ebben zárul a sor. No ennyi volt Salzburg Ring, PHVTCC 7. futam, és egy hét múlva. Pajon a levezető körben sem tudta megerőzni Atit, hanem nem megy neki, úgy látszik, még a levezető körön se. Azért a szép kis drift volt ott Pajától. Na, egy hét múlva jövünk, Portugália, Estoril lesz a helyszín. Remélem hatalmas csata lesz ismételten, ott is ugyanúgy, mint itt most a második futamon. Viszont egy picit szusszanunk, ne menjetek sehova, nézők maradjanak mindenféleképpen, max menjetek el üdítőért, meg engedjétek be a pizzás hiút, ahogy víz szokta mondani. Ugyanis jön nem sokára WCLC GT Mid-Ohio-ból, ahol eléggé szép mezőny állt össze, ha jól emlékszem, 20, 19 fő, egy jó kis kellemes amerikai pálya, jó dimbes dombos, dobálós, tempós, kevés előzési lehetőség. Én izgalommal várom, kíváncsi leszek, lesz első, nem lesz első, nagyjából 20 perc múlva ez úgyis ki fog derülni. Úgyhogy én köszönöm a magam részéről a figyelmet, köszönöm Holcsának a segítséget, a nézőknek pedig a kitartó, itt létett figyelmet, egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! A SimSport TV hivatalos partnere a simracing.hu. Hírek a szimulátor versenyzés világából.